Követő rajongó, én már itt fekszem a beachen, a plázson, plázsos, beaches Cilla vagyok, és képzeld el, most ilyen megmutatom neki, hogy elkezdtünk Anna Máriával, meg a Mártával, a Csoma András nével, alias Macával, ugye elkezdtük. Hát, mert a Maca Maca lett. Ez. Elkezdtünk, tudod, na most te nem tudod, van a Zsolnainak egy nagyon jó kis memória kártyáját, tudod, a 70 fölött mi memória játékozunk, de ez gyerekeknek is nagyon jó, de mindjárt megmutatom, mert nem érted, hogy miről van szó. Várjál, követő rajongó, tartsad a vonalat. Az a lényeg, Marci, itt leraktunk lapokat. Ezt mindenki tudja. Van a kezünkbe is. Megnézel egy kártyát. De van a kezünkbe is, hallod? Megnézel egy kártyát, megnézed. Ez mind zsolnai porcelánok, tehát hogy különböző zsolnai porcelán, vagy különböző ilyen zsolna, háromféle zsolnai kártya van. Megnézed. Utána visszarakod. Utána megnézel egy kártyát magadnak, és ha emlékszel, hogy azt te hol láttad itt a tömegbe, akkor arra rárakod. Ha nem jól emlékszel, mert nem az van itt, például itt ez van, és én el... akkor vissza kell hajtanod, és nem te veheted föl. És a végén szerintem az nyer, aki a legtöbb párt össze tudja így gyűjteni. Na mindegy, követő... Megvan? Ez. De akkor ezt fedd föl, mert ez a te párod. Ja, és akkor ahány mi? Párral nyersz, akkor a tenyered a partit, ugye? Szóval ez is egy jó játék. És ez jó így egyébként otthon is, családban, meg szerintem egy tök szép ajándék, mert ilyen nagyon szép kis dobozban van. Fölrongyol szépen, drága követő. Ja, és itt vannak, nézd, különbözők vannak. De gyönyörűen fölrongyolsz a webshopba, érted, a Cilához. Látod, ott van az Eusén, van a porcelán, mi most porcelánosat játszunk. Akkor van a Szent István terem, és van ez a pirogránit, vagy micsoda, igen, pirogránit. Ja, igen, az épület díszítésekről. Úgyhogy webshopba fölrongyolsz, és időseknek, gyerekeknek gyönyörű ajándék. A Patricia barátnőmnek az unokája Atyán. Például ezzel játszik. Érted? Pedig ő olasz, francia olasz. Jó, nézzel ki. Nem, már Anna... kezembe kell lennie. Nem. Nézzel, Anna Mária. Azt mondta Csaba, hogy a fele a kezedbe, fele... Hát úgy, hogy le kell rakni, és legyen nálad is. Érted? Hallod? És akkor miért úgy. Azért, mert ami a keze... Te húzok egy lapot. Igen. Vagy de aztán lehet, hogy úgy nem, is lehet, hogy húzok egy lapot, és nézd. Ja, de lehet, hogy igazad van. Persze, mindegyik. De mindegyiket le... Igaza van. Igen? Mindegyiket le hát kell tenni. Hát igen. Nem csak baj. Hát az érdekes. De nem, mindegyiket le kell rakni, és emlékezned kell, hogyha ezt fölveszem, ennek mondjuk ott van igen, a párja. Igen, van. Az unokáim 10 perc alatt fel. Ja, igen, szabálnál. Bocsánat, tényleg úgy van. Jó, mindegy. Ez, látod? Ez gyerekekkel, felnőttekkel ugyanolyan jó játék. És nem komplikált, mert ugye amit nem velem ti a Römivel csináltok, hát ne haragd, és gyönyörűek ezek a porcelánok. Tényleg gyönyörűek. Nem, és ilyen van nekem otthon, és ez egy edukatív dolog, tanul az ember, megismeri a porcelánokat, például ez is, oda van írva a neve például, hogy ez melyik kollekcióból, látod ott alul? Igen. A neve, szóval nagyon szép, mindegyiknek ott van minden elnevezése, úgyhogy ez egy jó játék. A rongyosz a webshopba is lököd ki. Ja, és mindjárt nézzél, majd lököm a sztorit is neked, mert még millió ügybe leszünk ma. Nem csak a pupos plázs, jó pufa vagy. Igen, Muti? Igen, és akkor a másik. Nem, és akkor vissza kell fordítanunk. Jó? És akkor én jövök. Ó, várjál. Valahol itt van. Ne mondd. Ja? Várjál, szerintem mi? Nem. Ez egy másik. Hát ennyi, szájé. Anna Mária? De szép. Erre emlékszem. Erre is emlékszem. Erre is? Júj. Nem. Ó, nem láttam. De ez is gyönyörű. Ez már volt valahol. Nagyon érdekli jön, én ezek. He doesn't care we are here. He's walking on the road. Halál el van, anyukám.
Most amit még akartunk, most megyünk föl a hegyre, nézzük, itt elputyogtatják, anyukám, ebből készül egy kamelcigim. Megmondom neked, nagyon nézni fog. Nézzel, és már megyünk föl a hegyekbe, egy pillanat alatt rangyolunk fölfelé, Tománba. Másik Valdirál, vagy hova megyünk, most már mindjárt mondom neked. Én még amint tudnod kell, hogy a legerősebb pénznemük a világon, aztán a második vagy harmadik legerősebb pénzneme Ománnak van a rál. Aztán, hát közel, attól függ, hogy változik a miénk, de közel ilyen, mit tudom én, egy rál az ilyen 800 és 1000 forint között van. Lovetta, azt szeretett képzelni. Nem tudom, hogy ezért. Ja, néhány teve itt elkózzál. Látod, itt nézzek, vakaródzik. Percig ne aggódja. Igen, kakantyúznak mindenfelé, amerre jönnek, mennek. Oda néz, itt is a kicsinyével, ez még szopcizni egy kis tevetejet. Nem nagyon közlekedünk, mert hogy látod? Itt el. Szeretettel köszöntelek. Néha kiputyog belőle valami. Igen, ő is így benéz, halál teve fejbe, igen, csócsepet, teve gyerekkel van, és így jönnek, Oh, what a beautiful, és itt vagyunk a vízesésnél, oda néz, és hozlak be tégedet a vízeséshez, teve ide, teve oda, hát ezt meg nem, de nem fogod elhívni, tudod, hogy színak téged, de igen, teve hajcsárpa néz, itt van, nézd meg. Coming from 15 kilos. Oh, nézzek, onnan jön. Onnan jön a water, és akkor így beérkezik ide. És konkrétan egy ilyen kristálytiszta kis tó van itt. Érted? De még te ott szónakázgatol, Anatol. Nézd meg. Hoztál a Cilla Tours-ba követőt rajongot. Száll a álomgyönyör, és akkor még oda föl fogunk menetelni. Azt mondja, ez egy fügefa, mármint a szemközti. Ez itt szerintem más. Ez más, de az fügés. Az füge. Előkelő egész. Lépkedjél az öreg Cilába? Na, hova hoztál? Tománba vagyunk, nézd meg. Kamadár, ott. Várjál, hol van? Ott. Figyelj, bámészkodik. És már itt vagyunk ezen a vízesésnél. Most azt képzeld el, hogy a nyári időszakban, most tél van. Most ugye száraz évszak van, most ennyit látol, de itt az egész, most itt vagyunk a fügefánál, itt az egészen jön le a vízesés, Valdiderbának hívják, az azt mondta, hogy a két hegy között, Said most mesélte, Anna már itt láthatod Saiddal és Mártival, szevasztok, és a két hegy között itt látol te mindent. Halál érdekes, halál jó, oda néz. Egy kis Balaton. Nézd meg, és totál mély. Mondom, Saidot kell keresni. You have to call Said if you need anything. I will tag him. You will see. Said is gonna be tagged. Tudod? És akkor te tudod ott hívni, amikor jövöl ide. Kérdésed van, you want to know something, és már kész. Megyem oda, kadés. Hulalalalalala, nézd meg. Szaszonkát befotózzák, teljes idegbe, olyan testvéranyáinkkal menjünk. Itt is innen indul a tó. Hát anyám, ahogy gondolod, ha úgy érzed, hogy, jó, hogy te jól áll a kamera, akkor csináld. Én ebben nem akarok beleszólni, és onnan is jön a water. És akkor innen mire lemegyünk? Érte? Fú, már elfelejtettem a nevét. Validerba, vagy már valami ilyesmét. Tehát elég rossz az arabom. Pedig azt gondoltam, hogy jó. Nézd, Anna Mari föllöki magát, nézd, fölmászik. Bemodellkedik, bemanökeneskedik, Anna Mari. Természetesen Csoma Andrásné fotózza, alias Maca. Oda néz, Anna Mari, demanökenes. De most képzeld el, hogy ezek a fák, amiket te itt látol, ezek a fák 6-7-800, de van, amelyik 1000 éves, tehát olyan régiek. El tudod képzelni, ahol voltál te 1000 évvel ezelőtt. De akkor jöttünk. Nem ide. Nem a Kárpát-medencébe, jó, 1000 éve. És képzeld el, hogy a
tevék, akiket itt lát, most ha nem látod, mert ott menetben van, nem olyan, te hajtsz el, azt mondja, ne videóz, hát most ember nem fogja tudni, hogy rajta vagy. Kapaszkodom. Nem mondtam neki, mert nagyon gyenge most az arabom, érted, eléggé kimaradt egy pár hét. De nem ezt akarom mondani, hanem a tevék, meg a marhák, azok ide lejönnek, és itt iszogatják a vizet, érted? Szóval így kiázgatnak, tudod? Telpoharazgatnak, várjál már, ki van nyitva a kapu. De látod, ide is lejárkálnak a tevék, meg a kullantanak. Hol eszükbe jut? Nem idegeskednek az éget, érted, hogy mégiscsak hol járkálnak, meg bekullant egyet. Érted? Hát itt egy kis drinkbár tudok neked felajánlani, egy kis cucumberosztát, nézd meg ezeket a fákat. Elképesztő. Tehát az, hogy előtted van, hogy hol vagyunk, hogy egy sivatagi részen vagyunk, és egy teljes zöld minden. Szóval álomgyönyörű. Te itt lemehetel, etel, csónakázhatol, anatol, tudod? Szóval ezt kell neked látni. Drága követő rajongó, nézd meg, több száz éves fák. Oda vagyok ezért. Oda. Teljes. És ez a szikla ott fönn. Szálló, kamem. Mert te, olala, várjál már valami. Engemet oda behívta, beszólította. Hát nézd meg, a Magic Arabian Crew is itt van velünk, jó pofa vagy, mit gondoltál? Szálló. Úgy döntöttek, hogy elindulnak. They don't care, they are coming. De ez szinte kész. Majd te vigyázol. Megállt, nem hülyelte vele. Várjál, most menjek, nem menjek, mi legyen? És átenged? Can I go or not? What? Wait a second. Na, itt jövünk kész. Ez egy halál nyugodtan. Egyáltalán nem fárasztja magam. Nézd meg, ez itt is jönnek. Én ezt megkerülöm. Nekem most millió az ügyem, nézzel. És így beáll. Ez not moving, azt mondja. Hát ez... Ahó, állítsad le magad. Mert a kecskék megindultak, azt mondták, hogy te nekem valamit innom kellett, én ezt nem bírom ki. Szóval elindult az összes kecske, most én oda rongyolok, de az üzek, ott vannak a gázló madarak, ami szerintem azt jelenti, követő rajongó, de vitatkozzál, most tudsz velem vitatkozni, mert figyelek. Itt vagyok, nyugodjál meg, de szerintem ez azt jelenti, hogy itt halak is vannak a vízbe. Különben mi anyjának gázolgatna itt, érted? Két békáért? Hagyjad már magadat. Hát de tudsz velem vitatkozni, nyugodtan mondhatod a véleményedet. Követő rajongó, itt vagyunk, ugye? Hol vagyunk? Mondjad csak. Jaumánba vagyunk, Szalalába vagyunk. Hello, welcome to Szalalá. Érted? Itt vagyunk Szalalába. Én most megpróbálom a kecskéket egy kicsit asszogatni, csak ne jöjjön a bak. Ne jön a bak, mert az telibe ver engemet, érted? De amíg... várjál, ott egy bak, ez ilyen lögdös, ez egy csitakötő, nem tudom, látod te a csitakötőt, és akkor most mi? Nézd, fölfigyel, szerintem ez mit akar? Nézd oda, látod? És ott nézd, kecskeileg vagy. Nem megyek közelebb, elég ennyit neked látni. Szóval tiszogatnak, gázlomadarak jönnek, mennek, millió az is, és ez egészen fölmegy, látod, ott egészen föl. És nézd meg ezeket a barlangszerűeket, itt a hegybe, ezeket a képződményeket. Halál jó! Nature cila van, anyukám. Örülnál, jó? Hoztalak téged a szafarira. Millió a kecske, millió az ügy. Cipálod, mi? Ereszkedünk rá, mert most megyünk, drága követő rajongó, nem máshova, mint a tömjén fákat megnézni. És itt óvatosan jövünk, megyünk. Most ami még nagyon érdekes, mert neked arról tudnod kell, hogy az előző szultán, aki 2020-ban halt meg, 1970-től volt a trónon, apukájától vette át a trónt, most mindjárt meg kell kérdeznem még egyszer, hogy hívták, de már nem merem, mert már háromszor átkérdeztem, már úgy ég a ofám, hogy nem tud elképzelni. Ja. A Namori, te felírtad? Erre kezd. Rabus volt az előző szultán, aki 1970-ben veszi át magát az omani szultánságot, és ő volt az első, aki megalapítja az első iskolákat,
és a legnagyobb fejlődést hozza az országba. Tulajdonképpen ő emeli a fejlett országok közé magát, Ománt. And he was from Salalah, I think. No? He's born in Salalah. He born in Salalah. And his mother from Salalah. And his mother from Salalah. És Salalahba született. És ő az, aki egyébként fogja magát, és azt mondja, hogy ugye mindazt, amikor átveszi a hatalmat 70-ben, azt a közvagyont, ugye akár a kőolajból származó apukája, ezért elrakta magának, de azt mondta, hogy ezt kérlek szeretettel a közre kell fordítani. Úgyhogy a mai napig a legnagyobb tiszteletnek örvend, minden otthonban ott van a képe. Ő volt ez, amikor kérdeztek, hogy hány gyereke van, és annyit mondott, hogy 3 millió, tehát minden ománi az ő gyereke. Úgy volt vele, és aztán ugye, hoppá, várjál, nem tudom, hova jövök. Ja, itt vagyunk a tömjénfánál, na most figyelj. Na most, ez, this is the tree. Na most, most figyeljél. Álljál meg, ez baobabba. Tudj, melyik a baobab, azt mutattam. Hát, ami anyukám, majd szaszprantus gyertya, az is baobab. Hát így megindult a gyomra a szegény tevének, érted? Oh, this is the baobab. And this is the tree when it's really old, like 1,000 or even more than 1,000 years old. I think so. Yeah, so old. Nézd oda a baobabot. Halál előkelő. Oda. És ott vannak, nézzek, baobab fák, még azok. But az is baobab, az is. Egész Ománban csak és kizárólag itt vannak baobab fák. Gyönyörűek. Nézzed csak meg. Nézd, egy könnyentők. Hát inkább itt lerakták a védjegyüket, teve testvéreim. Ott is baobabok, oda néz. Ez az a baobab, tudod, amit magyaráztam neked, tudod, a gyertyát. A baobab gyertyát. Gyere fő velem. Itt van, nézd, ja, nézd, és mékasok is vannak. Oda néz. Most oda nem megyek, mert rám másznak, érte, idegbe rakok. De nézd, ott vannak a mékasok. Ez az egyik legértékesebb dolog itt Ománban, maga a méz. Látod? And there is a beans, I can see that. Oda nézd, it's a bean. But we are not going there, but beans anyukám rád röpül, rád rukkettőt idegbe. Nézd a baobabot? Halá baobab. Halá baobab. Erről beszéltem neked. Zeg, azt hittem, hogy a tömjén fákat nézzük meg, de most megnézzük a baobabokat. Vagyis ugye magyarul majom kenyérfa, ez az a fa, ami halál jól el van íz nélkül, érted? És egész Ománban itt találhatóak csak. Van Anna Marinak van a teraszán, most egy darab levél nincs rajta, de nem azt jelenti, hogy ő nincs jól. Halál jó van, kapaszkodjál meg. De jó ezt életbe látni. Fú, cipálom az utazásokat, anyukám, utazni jó, utazni jó. Ezek itt az előbb anyukám berepült a szasz, de úgy itt hagyott engemet, gondolhatod. Nézd meg, ott, ott. Látod? Nem látod? Hala? Figyelj, halá beszaszolt. Halá beszaszolt, itt leszkelődik. Most képzeld el, hogy ezek a babapák, látod, itt van, itt a természet. Nézzek, ott egy madár. It's like a bird. Ott van, de ott van, ott a bird, ott a te bird. Itt ez is baobabfa, ez is ugye majomfa. Ott végig láthatod a majomfákat, és egész Salalahban, de egész Arábiában csak és kizárólag, fú, de szép ez a bird, oda néz, és na, úgy leszkelődik, úgy vadázgat itt. És képzeld el, hogy az egész Arábiában csak és egész Salalahban is kizárólag itt található ez a fa, és Said most mesélte, hogy a mai napig nem tudják, ő ugye Saidunk, mondom, bármi van, you call him, mai napig nem tudják, hogy hogy kerültek ide a baobabfák. Tehát senkinek fogalmuk sincs, hogy ez hogy került ide. Érted? Ja, itt jöttünk el, ezt néztem, hogy ez itt leszakadt. Érted? Pillanatok alatt. Hát figyelj, ide monszun alatt azért itt ízé megindul minden. Gondolhatod, nézd, most jön föl egy izé, egy kar, jön a kar, és ott végig láthatod, érted, az indiai óceán. Néha lefogom atlantizni, de te tudjad, hogy az indiai. Nézd meg, ez is egy nagyon érdekes, ez Afrikában van,
és nem tudom ezt a növényt hogy hívják, nagyon tüskés, és a zsiráfok mégis le tudják ezeket a kis zöldeket van ennek, akácia talán, azt hiszem ez az akácia. És ennek ellenére, hogy ekkora tüskéi vannak, a zsiráf azt mondja, hogy hát ezért lekajállak, hagyjál már, most engem húzza van a csicska tüskén, jó pofa vagy. Nézd oda a baobabokat, nézd oda. Mondom, innen jön a baobab, tudod, a gyertya. Tudod, Nadikánál van, a pupos gyertya. Fantasztikus. Fantasztikus. Very, very fantasztikus. Be vannak számozva a babafák. Ott a 11, a 12, 13, 14, ez a legnagyobb. És akkor ott láthatod még végig. És mikor jön a nyár, ugye a monszun időszak, kérlek szeretettel, akkor bezöldülnek. Szóval jönnek a bőrdök, a termések. Halál érdekes. Halál. Ezek az akáciabokra. Dűk, komoly vagy, Cilla. Yeah. Ez a gravitation point. Oda. Nézd meg, az is csak urul, látod, pedig fölfelé megy. And it's come on the hill, so come up. Érted ezt? Hallod ezt? És így föl, és így hívott be a gravitáció. Unbelievable. I didn't know that. Location of gravity. Oda nézd, ott van. Gravitációs pont. Na, erre várjál gombot. Come on. De jó, hát ez halál jó. Ha nem mi van követő rajongó, nem kapsz levegőt, mi? Elhoztalak egy pupos gravitációs pontra. Hát ez hihetetlen. Don't worry. Chicken. Yala, yala. No problem. Szóval majd ezt elmondom, hogy nézzek a gravitációs pont, ezt minket nem is hiszem el. Ez egy gravitációs pont, és kész. Lök minket. We are on the moon for the moment. Maybe something like that. Holdon van a Cilla. Szóval, hogy képzeld el, hogy 25 autója van, meg tevény, meg minden a teljes programot ő tudja leszervezni, rengeteg emberrel dolgozik. Az IBUS-szal egyébként közösen dolgoznak együtt, szerződése van, tehát tulajdonképpen itt, lokálisan az IBUS-szal van kontaktban, és velük dolgozik együtt, úgyhogy ezért az öreg Cilla is a száid aranyol. Úgyhogy bármi van, őt tudod hívni, őt tudod megkapni. Mondom, a legjobb, ha az IBUS-szal jössz ide, és te is IBUS-os követő rajongó leszel, és IBUS-os Cillát követed, mert akkor olyan helyekre jutsz el, ahova más nem. Látod, hogy emelkedünk? És megyünk fölfelé? Nem hiszed el. Ez a gravitációs ponton vagyunk. Na, madame. Il y a quelque chose avec votre iPhone. Yeah. Ben, je sais pas c'est quoi ça. Nézd oda, fantasztikus. És ez, nézd, magyarul mondom neki. It's almost, we can go like on the sea, or how far is this gravitation point? Until now we are still, but now the and after come, yeah, the boat yeah, comes yeah, down, yeah, so that, yeah, that körülbelül ideig tart a gravitációs pont. Probably there is a sign. It's ideig tart a gravitációs pont. From here, this is a normal car that's going, so is it, and after you go, yeah, you go. De nézd, ez csak bevejsz egy gravitációs tevelettől, tudom én. Hát ez fantasztikus, it's unbelievable. Fantastic. És nézek, na majd a tevéről is mesélek, egyébként Saidnak van 35 tevéje. You have the 35 camel, right? Yes. 35 camel. And you will teach me how you have to do this. Sure. So, you have a distasha? Because I have a distasha, I will vettem a gyermát, amire... You will be, I will going to change you to Omani. Okay, I'm gonna be a local person. A local person. I can't believe it. Megfogadlál a lokál Cilla, Omani lesz a pillanatok alatt. Vettő rajongó, és akkor most hogy hozzalak el téged egy klasszikus szalálai temetőbe? In our minds. In but we know, here is the last place. Uh-huh. And we keep it him to be busy. So the people are not coming to visiting and... They come, but it's not that much. Uh-huh. Szóval, hogy nem jelent akkor a központot az életükbe, ugye a halottak, mert ugye a szívükben tartják and meg azokat az embereket. For yes? Information. You see two rocks and you see three. Yes. The difference is two is men, three is ladies. Ah, when there is a two rocks like this, this is the man. Yeah. And three rocks is a ladies. Aha, tehát, hogy ahol kettő
kőtáblát látsz, azok általában ugye akkor, vagy mindig férfiak, ahol három van például itt, az egy hölgy, az is nő volt, az ott férfi. Nagyon érdekes, hogy nem ápolják úgy a sírjaikat, de egyébként ki jönnek ide emlékezni, azt mondja a Said, so they are coming to remember, to remind to the people who pass away, yeah. De nem jelenti ugyanazt. We need also come to here for should be we understand this life, because end of this life here, what you do in your life should be you are be careful, because the last one day you will be here. Okay. I mean, be nice for you are in all your life. Yes, a nice okay. Last moment. Very interesting. Tehát érdekes, amit mond. Na, szóval így néz ki egy temető. Teljesen egyszerűek a sírok. Mondom is, akkor ez egy nagyon nagy érdekessége, hogy ahol két kőtábla van, ott ugye férfiak vannak, és ahol három, ott ugye nők vannak, és kb. Így ápolják a sírokat, de nincs ez a nagy flanc, mint ugye a mi temetkezésünkben, meg a mi kultúránkban. Nem azt jelenti, hogy jobb vagy rosszabb, egyszerűen csak annyit jelent követő rajongó, hogy más. És egy picit még itt besétálok, lehet, hogy ha ez egy fokkal így... Érted? Úgyhogy, ha bármi kérdésed van, akkor hozzám tudod fordulni. Kilököm neked a Saidot, meg a Company nevét, mert tényleg nagyon érdekes helyekre viszel. Nagyon szereti a munkáját. 35 tevéje van, 25 jeepje van, minden, amit te akarol, az neked megvan. Érted? Érted? Szóval, hogy erre kell neked koncentrálni, tele izgalommal, tele érdekességekkel. Csütörtökön a sivatagba megyünk, holnap delfint nézünk. Szóval millió az ügy, millió az ügy, és most egy gyönyörű sunset van, és egyet ne felejtsél. Minden, ami negatív, vagy bármi rossz történik veled az életben, azt a naplemente elviszi az összes rossz energiát, és holnap egy új napra ébredsz, tomorrow is an other day, neked ezt kell tűnni. Jézusom, menj tovább, várjál már. Ide, bekukszidol? Köszöntöm szépen. Szóval tomorrow is another day, jó? És mindig csak a jóra és a szépre gondoljál, drága követő rajongó, jelentkezem, nincs vége a Cilla Toursnak, nincs vége az Ibus Cillának, jövök vissza. Ibuszos az öreg Cilla. Said, can you tell me what is it mean sunset for you? I'm really curious. Okay, the sunset is for me, or for a lot of Bedouins also, is meaning you will lose or forget the bad moment you have. Because the sunsets, they will take a badness happen to you in that day, and should be you are enjoy your night, because tomorrow is a new day, and what has happened today never happen tomorrow. Thank you so You're much. Welcome. Thank you. So, what has happened today never happen tomorrow. Drága rajongó, és itt vagyunk, nézzen ki, halál jól néz ki. Sunset Cilla vagyok.